Az idei nyári szünetben ismét több ezren jelentkeztek az önkormányzat és a Csibés Család és Gyermekjóléti Központ által szervezett kerületi napközis táborba. A gyermekek kedvenc nyári táborát már az 50-es évek óta szervezik meg a Bókai kertben. A tábor népszerűségét bizonyítja, hogy immár mintegy 15 ezeren vesznek részt a foglalkozásokon. Az alaprólyokat 20 fős csoportokban szervezik meg ügyelve arra, hogy a gyermekeket azonos korosztályokba és érdeklődési területekre bontsák. A hét során a résztvevők kirándulásokon, kézműves foglalkozásokon és különféle előadásokon vesznek részt. Emellett lehet jelentkezni szakrajokba is, ilyen például a mazsorett, a zumba vagy a kerámia raj, de a szervezők minden évben felmérik a gyermekek érdeklődése szerint az aktuális igényeket is. Idei újdonság a társas szakraj. A társastábor azért nagyon érdekes, hiszen nagyon sokat gondolkodtak azon a szakraj vezetők, illetve a táborvezető is, ugye Kuba Gábor, illetve Székely Edit, hogy beleillik egyáltalán a tábornak a profiljába, hiszen ez a társas tábor, ez nem más, mint hogy társas játékkal játszanak a gyerekek. Majd arra gondoltunk, illetve gondoltak, hogy egyre inkább elfelejtik a gyerekek, hogy hogyan is kell társas játékkal játszani, hiszen ugye maradnak a elektromos kütyüknél, illetve mindenfajta telefon, tablet, stb. A tábor fenntartója, a kerületi önkormányzat minden évben támogatja a gyermekek vakációját. A kerületi lakcímmel rendelkező ifjak számára a tábor napi díja nem éri el a 600 forintot. Míg a nem kerületi gyermekek számára a táborozás díja kicsivel több mint 1500 forint naponta. Az önkormányzat ezt rendszeresen támogatja, nagyságrendileg ilyen 15-16 millió forinttal évente. Ezért van az, hogy a szülőknek egy viszonylag elviselhető költségbe kerül egy heti táboroztatás. A direkt anyagi támogatáson túl például 2700 kilométernyi buszt is tudunk adni. Ugye ez nagyon fontos, hiszen azoknál a tematikus szakrajoknál, ahol úszás vagy bármilyen kirándulásra kell menni, ott nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekeket el tudják vinni, úgyhogy próbálunk fejlődni mi is, mindig nézni, hogy mik az igények. A szervezők azon iskolásokra és családokra is gondoltak, akik nem engedhetik meg maguknak a szünidei táborozás lehetőségét. Számukra az étkezés és a foglalkozások díja térítésmentes. A tábor keretén belül már a harmadik éve zajlik a nyári szünidei gyermek étkeztetés is. Ez nem jelent más, mint hogyha valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és amellett ugye hátrányos helyzetű, vagy pedig hátrányos helyzetűnek minősül a család, illetve a gyermek. Azok számára az önkormányzat biztosítja az egyszeri meleg ebédát, amelyet itt a tábor keretén belül tudnak elfogyasztani, illetve az önkormányzatnak a jóvoltából lehetőség van arra is, hogy a tábornak a szolgáltatását is teljes mértékben A nyár még nem ért véget, így aki kedvet kapott a Bókai kerti nyaraláshoz, az még jelentkezhet a napközis táborba, ugyanis augusztus 24-ig folyamatosan indulnak turnusok.